mértékű emelését, mint amennyire a kormány gondol. Én kérem, hogy a bizottságok mindenképpen a kormánnyal szemben is, de támogassák azt, hogy ne ilyen mértékben emelkedjen a vágott dohány jövedéki adója, mint ahogyan azt a kormány tervezi. Köszönöm szépen! Két perces felsorolásra következik Sejin Gábor, az LMP képviselője. Köszönöm szépen a lehetőséget, csak egy apróságra szeretnék itt reagálni. Már az általános vitában szóba került itt ez a bioetanol kérdése. Az nem lep meg, hogy a szocialisták a bioetanolt abszolút támogatják, ugyanis a nagyüzemi mezőgazdálkodáshoz vezető bioetanolos rendszer az kompatibilis azzal a mezőgazdálkodási modellel. Ugyanakkor az meglep, hogy a Jobbik is most már másodjára is kiállt a bioetanolok mellett. Szeretném még egyszer leszögezni, hogy a bioetanol és biodízel az nem egy környezetbarát megoldás. Leginkább azért nem, mert egy olyan mezőgazdasági struktúrához vezet, ami egyáltalán nem kedvező a tájazonos, a tájba illeszkedő kisléptékű mezőgazdálkodásnak. Tehát, hogyha itt egy hosszú távú, fenntartható vidékfejlesztésben gondolkodunk, akkor mindenképpen olyan mezőgazdasági tevékenységeket kell támogatnunk, amely nem a nagy mennyiségű dömping termelésre épül gyakorlatilag, hanem a kisléptékű, kisbirtokokban előállított minőségi termelésre, mindenek előtt élelmiszeriparra, élelmiszerre és zöldségre, gyümölcsre gondolok. Ezzel a bioetanol nem összeegyeztető, ezek nagy táblán előállított növényekre épülő rendszer, ami hosszú távon semmiképpen sem a fenntarthatóság irányába mutat. Csak ezt szerettem volna még egyszer leszögezni. Köszönöm szépen. Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni? Mivel több felszóló nem jelentkezett, a részletes vita e szakaszát lezárom, és egyben megnyitom a részletes vita második szakaszát, az ajánlás 17-től 20-ig terjedő pontjaira. És megadom a szót elsőként Sejnyin Gábornak, azért nem tudok elsőként szót adni, mert a házszabály szerint a két perces felszólalás vita közbeni reagálásra való, tehát mivel még senki nem szólalt föl, feltételezem, hogy a gondolatolvasásnak nincs azon a szintjén, hogy már reagálna. Természetesen első felszóló után rögtön ön kap szót, aki Bödes Barna, a Jobbik képviselője. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A 19-es ajánlási ponthoz szeretnék hozzászólni. Itt a törvény általános vitájában elég szenvedélyes vita alakult ki a könyvvizsgálat jelentősége, illetve megtartása vagy eltörlése tárgyában. Ennek kapcsán adtam be több módosító indítványt, amiből egyet szeretnék részletesen bemutatni önöknek, abban a reményben, hogy megértik az emögött álló mozgatórugókat. A könyvvizsgálattal kapcsolatban két értékhatáremelést tartalmaz a jogszabálytervezet. Az egyik 100-ról 200 millió forintra emeli a könyvvizsgálat értékhatárát 2012. január 1-től, a másik pedig 200-ról 300 millióra 2014. január 1-től. Az első értékhatáremelés kb. 17 ezer, a második pedig kb. 7 ezer vállalkozást mentesít a könyvvizsgálat alól. Az általános vitában elmondtuk, hogy az egyik szempont természetesen indokoltan az adminisztráció csökkentés, illetőleg a mikro- és kisvállalkozások költségeinek csökkentése. Ugyanakkor elmondtuk azt is, hogy az ilyen értékhatáremelések mindig kockázatosak, tekintettel arra, hogy csökkentik a vállalkozások jogkövető magatartását, mert számos olyan vállalkozás működik sajnos ebben a méretkategóriában Magyarországon, ja meg hát persze nagyobb méretkategóriában is, amely nem kifejezetten a közérdek védelmére szerveződött, és ilyen értelemben szeretik mind a vevőiket, mind a szállítóikat, mind pedig a közpénzt megcsapolni, és ilyen értelemben a könyvvizsgálat, amelyik a vállalkozások gazdálkodásának minősítését szolgálja, fontos szerepet tölt be a jogkövető magatartásra való ösztönzésben.
úgy ítéljük meg, hogy az az első lépés, amit önök beterjesztettek a költség és adminisztráció csökkentés tekintetében még akár jelent.
jelentősnek is vehető és adott esetben tolerálható, annak ellenére, hogy nyilván ez a könyvvizsgáló szakmának komoly kárt okoz. Ugyanis ebben a vállalkozói körben az átlagos könyvvizsgálói díj olyan 270-330 ezer forint között van évente, és így a 17 ezer vállalkozásnál várt megtakarítás mintegy 5,6 milliárd forintra tehető. Ez vállalkozásonként árbevétel arányosan átlagosan a felső díjhatárral 330 ezer forinttal számolva mintegy 4,3 ezreléket tesz ki. Ugyanez az arány viszont a 2-300 milliós kategóriánál már nem igazolható. Itt 1,9 milliárd forint várható megtakarítás van, ami ezen cégek átlagos árbevételének megint a díj felső határával számolva mindössze 1,3 ezreléke, tehát az előző kategóriának a harmada. Ez annyira csekély díj, hogy igazából nem is értjük, hogy miért kellett ezt a kategóriát is ebbe bevonni, tekintettel arra, hogy valós, komoly terhelés ezekre a vállalkozásokra ezzel a díjjal kapcsolatban nem nehezedik. A törvényeket egyébként be is kellene tartani, és azt is látjuk, hogy hiába van lehetőség, vagy hiába van kötelezettség a könyvvizsgálatra. Nagyon sok vállalkozás ezt még akkor sem tartja be, hogyha kötelezik rá, és ezek pont azok a vállalkozások, akik ilyen szempontból problémásak. Itt el kell mondani azt, hogy alkothatunk mi törvényeket, de amennyiben az eljáró hivatalos szervek nem kérik számon ezeket a kötelezettségeket a vállalkozásokon, akkor természetesen ezen óhajok és célok nem fognak teljesülni. Nagyon sok olyan vállalkozás van, aki kötelezett lenne, és mégsem bíz meg könyvvizsgálat, és nem is jegyeztet be ilyet. Az adminisztráció csökkentés egyébként jelen esetben ugye nem egy magyar kormányzati kezdeményezés volt ebben a tekintetben, hanem egy EU-s szabályozást vesz át Magyarország. Ehhez tekintetben felhívom a figyelmet arra, hogy ennek a szabályozásnak az átvétele nem kötelező, és ilyen értelemben a magyar kormánynak mérlegelési lehetősége van. Ezzel a mérlegelési lehetőséggel pontosan olyan mértékben kellene élni, amilyen mértékben egy ilyen változtatás bevezetése indokolt, és valós megtakarításhoz az a vállalkozásoknak, vagy amilyen mértékben nem. Márpedig úgy látszik, hogy ez a második kategória jelen esetben nem indokolható. A következőkben még azt szeretném elmondani, hogy a nem könyvvizsgált cégeknél nincs szinte olyan adóellenőrzés, amely nem adómegállapítással végződne. A tapasztalataink szerint a könyvvizsgálat nélküli cégekben nagy a hajlandóság és lehetőség a szabályok lazább betartására. Ha a könyvvizsgálat megszűnik, akkor természetszerűleg az eddig könyvvizsgált cégekben is felütheti ez a fejét, és amennyiben ez így történik, akkor ez többlet adminisztrációs teherrel és többlet közkiadással jár majd azoknak az ellenőrző szerveknek, akik ezen vállalkozásokat hivatalból adó ellenőrzik, adó és járulék ellenőrzik. Tekintettel arra, hogy az időm lejárt, majd egy második lépésben még fogok szót kérni. Megkérdezem képviselő urat, hogy plusz egy perce van lehetősége, vagy az kevés? Újból szól, igen. Akkor megadom a szót két percben Sejrin Gábornak, az LNP képviselőjének. Köszönöm szépen, hát, hogy szükségem lesz arra a gondolatolvasásra, ugyanis ezt a kérdést, amit itt szeretnék most feltenni, már több ponton feltettem én is, illetve újságírók is a kormánynak, Rogán Antalnak, és eddig nem sikerült rá választ kapni. Az ajánlás 17. pontjához szeretnék egy kérdést feltenni. Ebben a 14. paragrafusban Rogán Antal a módosító javaslatával az SZJA törvénynek egy cikkeit eltörölni. Ezzel a tolvonással pedig a adómentessé tenni az offshore jövedelmeknek az egyik kategóriáját. Egészen felháborítónak tartjuk azt az eljárást, hogy miközben folyamatosan a szájkaratét folytatnak a kormánypárti képviselők az offshore jövedelmekkel szemben, az offshore lovokkal szemben, addig most már ez a második lépés, ahol kiskaput nyitnak gyakorlatilag az offshore lovagok előtt. Ez a jelenleg még hatályos szabályozás
azt a kiskaput zárta be, amely lehetővé tette azt, hogy magánszemélyek egy offshore társaságba átvitt jövedelmet adózatlanul Magyarországra visszahozhassanak, és mindenféle személyes célú befektetéseket eszközöljenek ebből. Tehát arról volt szó, hogy kivittek nem adózatlanul,
le nem adózott jövedelmet offshore társaságokba, és ebből vettek ingatlant, ebből vettek részvényt, ebből vettek gépjárművet. Ezt a kiskaput zárta be az előző kormány egyébként, és ez az a kiskapu, amit most a kormány megnyitna, újra adómentessé tenni ezeket a jövedelmeket, ami teljességgel elfogadhatatlan. Mi szeretnénk, hogyha fennmaradna továbbra is az a szabályozás, hogy az offshore cégekből visszaáramló pénzek, függetlenül attól, hogy osztalék formájában kiveszik-e, vagy újra befektetik ingatlanba, ezek maradjanak adókötelesek. Mi nem szeretnénk azt, hogy offshore birodalmakba bujkáló befektetők adó elkerüléssel kikerüljék a közterviselést. Én szeretném választ kapni majd valakitől erre a kérdésemre. Köszönöm szépen. Felsorása következik, Nyikos László, a Jobbik képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ajánlás 18. pontjához szeretnék szólni, csatlakozva részben Bödes Barna kollégám szóbeli kiegészítéséhez, illetve az ő indítványához. Sajnálom, hogy Répási államtitkár úr már nincs itt, ő nagyon lendületesen érvelt itt egy órával ezelőtt a korrupció elleni harc küzdelem ügyében. Nos, a könyvvizsgálat egy nagyon ismert, nemzetközileg ismert eszköze a korrupció elleni harcnak, és ezért sem értem a pénzügyi kormányzatnak ezt a szemléletét, amivel úgy tűnik, hogy többet fog ártani a réve, mint amit nyerni fog a vámon. Egy viszonylag fiatal szakmát, egy 22 éves szakmát fog itt padlóra küldeni, kihúzza a szőnyeget jó néhány száz könyvvizsgáló lába alól, hiszen a piacvesztés az 20-30%-ra becsülhető, sőt, talán még annál is több lesz, amennyiben az értékhatárt 200-300%-ra is emelni kívánja a pénzügyi kormányzat. Én azt gondolom, az egy bölcs kompromisszum lenne, amit az indítvány javasol, hogy tudnék a jelenlegi 100%-os értékhatárt emeljék a duplájára, és elégedje meg ezzel a pénzügyi kormányzat, és ne emelje tovább 2014-től 300 millió forintra, mert amit ezen keres, az mini bagatell. Ugyanakkor elriasztja a fiatal szakembereket attól, hogy könyvvizsgálói képesítést szerezzenek, ami nem egy könnyű szakma, és jelentős visszalépésre fog sor kerülni a magyar elszámoltatási piacon. Ugye az az érv, amit itt többször hallottam a pénzügyi kormányzat részéről, a bizottsági ülésen is, itt a plenáris ülésen is, hogy tudnék, hát senki sem tiltja meg a cégeknek, a vállalkozóknak, hogy foglalkoztassanak könyvvizsgálót, akkor is, ha nem kötelező. Ez igaz, de valahol ez sántít, mert hiszen Magyarországon lássuk be, sem az elszámolás, sem az elszámoltatás kultúrája nem magas fokon áll, és akkor nagyon szépen fogalmaztam. Tehát sok vállalkozó úgy fogja megélni ezt a lehetőséget, hogy egyszerűen nem vesz igénybe könyvvizsgálót, gondolván, hogy megspórolja azt a 2-300 ezer forintot, amiben egy könyvvizsgálót kerül. A másik oldalon viszont olyan adóbevétel kiesés és olyan morális veszteség éri a szakmát, ami hosszú távon rendkívül nagy kárt fog okozni. Az Unió, mint hallottuk, nem teszi kötelezővé ezt az emelést, ajánlja. De hát kérem, mások az értékviszonyok a fejlettebb országokban a mieinkhez képest, tehát az, hogy emelni kell az értékhatárt, az nagyon relatív követelmény. És nem kell nekünk mindenáron éltanulóknak lenni ezen a téren sem. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon méltányolható javaslat, amit Bödes Barna kollégám tett, egy olyan kompromisszum, hogy elégedjék meg az előterjesztő a 200 millió forintos értékhatárral, és ne menjen tovább. És legalább ezt a lehetőséget teremtse meg a magyar könyvvizsgálóknak, hogy marad némi talaj a lábuk alatt, és nem kell nekik négerkedni majd a Big Four-nál. Mert mi lesz ennek a következménye? El fognak menni a négy nagyhoz, amelyik ugye tulajdonképpen a magyar könyvvizsgálópiacnak a 80%-át egyedül uralja, és alattuk tevékenykedik több száz magyar könyvvizsgáló négerkedik szokásos kifejezést használva. Ez megalázó, kérem szépen. Úgyhogy ez a tiszteleteljes javaslatom, hogy ezt az indítványt szíveskedjék az előterjesztő elfogadni. Köszönöm szépen, elnök úr. Felszólása következik, Bödes Barna, a Jobbik képviselője.
Köszönöm a szót, elnök úr, akkor most folytatom az előzőekben megkezdett felszólásomat. Engedjék meg, hogy értelmezzem azt, hogy miért van ilyen óriási különbség a díj arányban, és miért fix gyakorlatilag az a díj, ami átlagosan ezt a vállalkozói kört érinti. Ez pedig azért van, mert a könyvvizsgálatnak van egy fix óra ráfordítása, ami elég nagy, és ennél a vállalkozói
vállalkozói körnél, ennél a 300 millióig terjedő vállalkozói körnél a forgalom növekedésből fakadó vizsgálati munka többlet gyakorlatilag csekély mértékű a fix vizsgálati feladatokhoz képest. Ebből következik, hogy gyakorlatilag az árbevételi értéktől független díj sújtja ezeket a vállalkozásokat. Ezért van az, hogy a kisebb árbevételű céget valóban jobban megterheli ez a díj, a nagyobb 300 milliós árbevételű céget pedig szinte alig érinti. Ez egy fontos mérlegelendő szempont, amit igazából az előterjesztésből nem láttunk, és ilyen értelemben ennek a levezetése nem volt teljesen koherens. Most pedig engedjék meg, hogy arról szóljak néhány szót, hogy nem csak a közpénzek védelme és az adóellenőrzési feladatok költségeinek mérséklése haszna a könyvvizsgálatnak, hanem a könyvvizsgálat maguknak, a könyvvizsgálat vállalkozásoknak is hasznot hajt, hiszen a könyvvizsgálónak módja és lehetősége van arra, hogy a jogszabályi elvárásokkal, döntésekkel ellentétes vállalati döntéseket megakadályozza, illetve ezek meghozatala esetén azokat utólag a vállalati vezetéssel való ismertetéssel kijavítassa. Így ezeket a hibákat súlyosabb következmények nélkül van lehetősége a vállalkozónak feltárni, önellenőrzéssel kijavítani. Ilyen értelemben a könyvvizsgáló jelenléte a vállalkozások számára egy későbbi nagy anyagi kár elkerülését is lehetővé teszi, azaz ez a figyelmeztetés a könyvvizsgáló részéről a vállalkozásokat nem csak a szándékolt jogszabálysértésben tudja visszatartani, hanem a szándékolatlanul, véletlenül megsértett jogi... Kérem Hekedűs Lórásné jegyzőasszonyt, ismertesse az egyes vitaszakaszokat. Tisztelt Országgyűlés, az elnöki javaslat a következő. Az első vitaszakaszban szereplő módosító javaslatok a foglalkoztatási törvényt és a munkatörvényt érintik. Ezek az ajánlás 1-től 36. terjedő pontjaiban szerepelnek. Az összefüggésekre figyelemmel ebben a szakaszban kerül sor a 37., 45. és 50. pontok vitájára is. A második szakaszban az egyéb törvények módosítását kezdeményező indítványok vitájára kerüljön sor, az ajánlás 38-tól 51-ig terjedő pontjai szerint, a 45. és a 50. pont kivételével. Köszönöm a felsorolást. Tisztelt Országgyűlés, aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megalapítom, hogy a látható többség a javaslatot elfogadta. Kérem a képviselőket, hogy jelezzék a bizottság ajánlás mely pontjához kívánnak hozzászólni. A felszólalási időkeret vitaszakaszonként 6 perc, és megnyitom a részletes vita első szakaszát. Tehát az elhangzottak szerint az ajánlás 1-től 37. terjedő pontjaira, valamint a 45. és 50. pontra. Megadom a szót Nemény Andrásnak, az MSZP képviselőjének. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Az ajánlás 6-os, 3-os, 11-es, 14-es pontjához kívánnék hozzászólni. A javaslat címe az egyes munkaügyi tárgyai és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosítása, de már maga a javaslat tartalmazza, hogy a jogharmonizációs módosítások mellett, ami ugye a másik ajánlási pontokhoz kapcsolódik, a foglalkoztatás rugalmasságát elősegítő rendelkezések megvitatása és módosítása is a célja. Ez önmagában jól is hangzana, csak a javaslat láthatóan nem a munkavállalók érdekében teszi a foglalkoztatás rugalmasságát elősegítő módosításokat, hanem a munkáltató érdekében. Tehát nem azoknak az európai normáknak megfelelően, amiket igazából át kellene vennünk, ahol mindenki tudja, hogy a munkaadó és a munkavállaló pozíciójából a munkavállaló a rosszabb helyzetbe is őt
kellene segíteni. Talán nem is véletlen, hogy a bizottsági ülésen, a foglalkozási bizottság ülésén a munkavállalók képviselője igencsak nehezményezte ezeket a módosításokat, hiszen a módosítások jó része úgy kezdődik, hogy a munkáltató érdekében a munkáltató segít.
stb. Stb. A mi módosító javaslataink is leginkább azt célozzák, hogy ezt az aránytalanságot visszabillentsük a helyére, és legalább egyenlő arányban tudjanak lenni a munkáltatók és a munkavállalók. A módosító javaslataink a következőek lennének. Az első módosító javaslatunk az lenne, hogy a törvény módosításban szereplő 44 órás munkahét lehetőségének az állandósítása helyett most már térjünk vissza a 40 órás munkahéthez, hiszen ez a javaslat, amikor annak idején meg lett szavazva a válság miatt volt, ez egy speciális szabály, ezt igazából 2011. december 31-ig gondolta az akkori törvényalkotó, és semmiképpen nem azzal a céllal, hogy ezt hosszú távon kiterjessze, hiszen az a munkavállalóknak az érdekeit így, hogyha már nem koherens, már nincsen válság, így sérti, ezért ennek az eltörlését javasoljuk. A másik javaslatunk, ami szintén a törvényjavaslat módosításban úgy szerepel, hogy a munkáltatói terhek csökkenése érdekében a gyes és a gyed idejére járó fizetés nélküli szabadságnak csak az első 6 hónapja jogosítson a szabadságra. Hát ezzel nem értünk egyet, mi azt mondjuk, hogy ezt vissza kellene állítani 1 évre, tehát a jogosultság ne 6 hónap, hanem 1 év legyen, ami szabadságra jogosít. Hiszen a gyermeket vállalók számára fontos, hogy a gyerek 1 éves koráig kiegyensúlyozott körülmények álljanak fel. Azt gondolom, hogy a gyermekek védelme és a gyermeket nevelő szülők védelme az a Fidesz frakció számára is egy meghirdetett igény. A harmadik módosító javaslatunk az lenne, hogy a 6 hónapig tartó próbaidő lehetőségének a bevezetését ezt ne alkalmazza a törvény, ne szerepeljen a törvénybe. Ezt gondoljuk, hogy ez indokolatlan, ez a munkavállalók számára bizonytalanságot eredményez, csökkenti a munkabiztonságot és elősegíti a kiszolgáltatottságukat. Semmi szükség nincsen, hogy a 3 hónapról, 6 hónapra legyen ezt fölemelve. Ez megint csak a munkáltatóknak a kényét, kedvét szolgálja, és érthetetlen módon megint csak a munkavállalókat hozza hátrányosabb helyzetbe. Még egy módosító javaslatot mondanék, ami a szabadság kiadásáról szól. Ez pedig a mostani javaslat szerint a munkáltató 2-nél több részletben is kiadhatja a szabadságot, hogyha az ő működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok miatt így látja jónak. A munkavállaló pihenéshez való joga álláspontunk szerint ezáltal csorbul, és kiszámíthatatlanná teszi a szabadságolást. Azt gondoljuk, hogy semmiképpen nem lehet követendő út. Az utolsó javaslatunk pedig az lenne, ami a túlmunka kifizetéséhez kapcsolódik. Itt a törvényjavaslat 13. paragrafusa úgy fogalmaz, hogy a munkáltató előírhatja, hogy ellenértékként pótlék helyett szabadidő jár. Hát ez a pont volt az, amit a jelenlévő munkavállaló képviselő szakszereti vezető legjobban nehezményezett. Azt mondta, és ebben tökéletesen igazat adunk neki, hogy a túlmunka nem arról szól, hogy aztán szabadságra tudjon menni később a munkavállaló. Manapság azért vállalnak túlmunkát az emberek, mert nem tudnak megélni, és szükségük van arra a plusz pénzre is. Ráadásul, hogyha ez a munkáltatóról szól, és ráadásul a munkáltató előírhatja, ez a kifejezés szerepel szó szerint a törvénymódosításban, akkor semmi jót nem jelent a jövőre nézve a munkavállaló számára. Ez biztos, hogy a visszaélés lehetőségére. A visszaélésre ad lehetőséget. Hát összességében minden módosító javaslatról elmondhatjuk, hogy egy rossz irányt próbál megváltoztatni. Ez a rossz irány, ami a törvényben van, az az, hogy nem a munkáltatót, hanem nem a munkavállalót, nem a munkáltatót kívánja segíteni, pedig azt gondoljuk, hogy ez éppen pont fordítva kellene, hogy érvényesüljön. Ezért tettük meg ezeket a módosító javaslatokat. Köszönöm szépen. Megadom a szót Berta Szilviának, a Jobbik képviselőjének. Köszönöm a szót, elnök úr. Az általam beadott módosító javaslatok hasonlóan nem ingyendes képviselőtársamhoz. Azokat a módosításokat céloznak megszüntetni, amiknek valójában semmi köze az Európai Uniós jogharmonizációhoz, hanem egyoldalúan a munkavállalók kiszolgáltatottságát növelik. Az első az, ami számomra nagyon meglepő volt, hogy a családbarát és gyermekvállalásra ösztönzés hangoztatása mellett ismét egy megszorítás az édesanyáknak, illetve a kisgyermekeknek is. Az, hogy a gyednek most már nem az első évére, hanem az első 6 hónapjára első
szabadságot akarják csak megadni az édesanyáknak. Ezt édesanyaként én is tudom, hogy ez mindig egy nagyon fontos kiút az anyukák számára az intézménybe való beszoktatáskor, ez az időszak. Úgyhogy ezt